Műsorunk több éves pályafutása során eléggé el nem ítélhető módon itt a törzsasztal mellett evésivásról hölgyel még sohasem beszélgettünk. Véleménye szerint indokolta az a szemérem, amivel talán magyarázható ez a tény? Bennem nincs szemérem arról, hogy beszélgessek az evésivásról, nagyon szeretek enni, úgyhogy sajnos. Vagy tulajdonképpen nem sajnos, hát ez egy nagyon színes és örömet adó foltja az ember életének, csak hogyha állandó súly problémákkal küzdik, akkor ez nem olyan egyszerű. De nagyon fontos örömforrása az ember életének az, hogy eszik, és jókat eszik, és szeret enni. Jól látom és jól emlékszem rá, hogy az utóbbi években fogyott jó néhány kilót? Hát ez az én... Vagy már ez is sértés? Nem, egyáltalán nem sértés, sőt... Az én pályámhoz nagyon hozzátartozik, és ez egy nagy ritkaság szerintem. És hogyha külföldi sztárokról hall az ember, akkor csodaszámba, mert tudjuk, hogy a Robert De Niro például a Dühöngő bikáért hízott és fogyott 15-20 kilót, és ezt a mai napig tudjuk, vagy akár most a szám kivetettért a Tom Hanks, hogy mit dolgozott azért, hogy úgy nézzen ki, hogy kövérebb legyen, vagy soványabb legyen. Én több egyszerre csinálom meg egyébként szerepért azt, hogy ilyen 15 vagy több, akár 18 kilót is fogytam a három nővérben, amikor játszottam, akkor még ennél is vékonyabb voltam. Amikor a Dajkát játszottam a Rómeó és Júliába, akkor a mostani súlyomnál legalább 15 kilóval több voltam. Mennyi idő alatt és milyen áldozatok árán sikerül egyszerre ennyit fogyni? Általában két hónap, ami... 2-3 hónap, attól függ, hogy mennyit. Az áldozat az nem kicsi. Nagyon-nagyon oda kell figyelni, és ez nekem nagyon-nagyon nehezemre esik, mert én nagyon szeretek enni. Tehát általában nem irigylem azokat, akikkel akkor dolgozom, vagy a családomat, vagy a kedvesemet, mert hát mondjuk nevezünk, hogy idegbeteg vagyok, amikor nem ehetek, de megéri mindig utána. Van erre valamilyen speciális színész módszer, mint mondjuk a szövegtanulásra, hiszen két hónap alatt 15-18-20 kiló, az már általában a telesopokban, vagy a tévésopokban is helyet szokott kapni. Hát tulajdonképpen nincsen, inkább hát az alapok azok a legfontosabbak. Mit eszem? Hogy kell lenni, hogy nem azt jelenti, hogy fogyok, urázom, hogy egyáltalán nem eszem, hanem az a lényeg, hogy sokszor keveset, és mozogni kell, és este nem enni. Tulajdonképpen ennyi. És nagy akarat kell hozzá. Különleges ételek? A fogyókúrában? Tulajdonképpen egy fogyókúrában nem különleges. Sok zöldség. Nos, hát ennyit a diétás táplálkozásról, most beszéljünk arról, amit úgy igazán szeret. Hát, mik a kedvenc ételei? Nagyon szeretem az anyukám főztjét, bármit is főz. Ugye a kedvesem édesanyjáét. Hát a házi koszt az, mondjuk, ami a fő kedvencem. És amikor egyedül vagyok lent Szegeden, akkor én nem nagyon főzök magamnak, csak amikor fogyok, urázom. Tehát gyakran járok étterembe. Tulajdonképpen én mindent szeretek. Ez az én nagy problémám. Én enni szeretek. Nagyon kevés étel van, vagy fűszer van. Például az ánist azt nem szeretem, de az nagyon nem. De egyébként tulajdonképpen mindent. És ennek ellenére például nagyon szeretem a kínai konyhát. De az az én nagy problémám, hogy én enni szeretek. És aztán ezen belül mindent, amit finoman készítenek el. Tehát akkor nincs kimondottan preferált ízvilág? A fűszeres ételeket szeretem. Tehát az ízvilágban ennyi. Tulajdonképpen megvoltam bolondulva a gyerekkoromban, rakott krumpliért. Volt egy korszak, amikor a mamám megkérdezte, hogy mit szeretnék, akkor azt mondtam, hogy rakott krumplit, mert szegény nagyon, nagyon nehezére esett mindig ebben az igényem, ennek az igénynek megfelelni. De fűszeres csípős. Ennek a kitételnek azt hiszem a magyar konyha, illetve a kínai konyha is tökéletesen megfelel. Igen.
Talán ezért szeretem a kínai konyhát, és nagyon szeretem az ellentétes ízeket. Tehát a kínai konyhában nagyon szerettem az édeset a csípőssel, vagy az édeset a savanyúval. Kedvesemmel gyakran járok étterembe, mert szeretem azt, hogy minket kiszolgálnak, és közben tudunk beszélgetni. És szeretem a jó éttermeket, de szeretem azokat az éttermeket is, ahol jó házias koszt van. A jó vendéglátás az az, amikor olyan hangulatot teremtenek egy étteremben, hogy kedvem legyen oda többször és többször elmenni. És bármennyire is egy vendéglősnek ez felháborítóan hangzik, a vendégnek mindig igaza van. Én ezt gondolom. Itt Szegeden tudok olyan éttermet mondani, ahol elkezdtem járni, amikor ide szerződtem 14 éve, és az első alkalomkor olyan kedvesek voltak, hogy azóta tulajdonképpen mindig szívesen megyek vissza. Az, hogy a vendégnek mindig igaza van, ez nálunk még nem létezik. Tehát amikor én azt mondom valamire, hogy köszönöm szépen, ez nekem nem ízlik, mert ez nagyon sós, akkor nem szeretem, hogyha a pincér visszajön és azt mondja, hogy ők megkóstolták és nekik ízlik. Mert ilyenben is volt részem. Ami nekem hiányzik, az az, hogy előadás után már nem nagyon lehet jót tenni. Ez nekem nagyon, nagyon fájdalmas, mert előadás előtt az ember nem eszi magát degeszre, mert akkor leszáll az agyából a vér, és aludni van kedve. És én szeretek előadás után társasággal elmenni, és arra már nem nagyon van itt alkalom. Ez nekem hiányzik. Nagy családi vasárnapi ebédekre milyen gyakran kerül sor, és mennyire fontosak ezek? Nagyon fontosak. Én igyekszem mindig együtt enni, én nem szeretek egyedül enni, és valakivel mindig együtt eszem, vagy a szüleimmel, a családommal, vagy pedig a kedvesem családjával, és igyekszem minél. Egy családi ebéd az nem csak az evésről szól, hanem arról a lelki közösségről, ahogy mi együtt vagyunk, beszélgetéssel, és vannak a gyerekek, testvérem gyerekei, hát mindig nagyon jó hangulatúak. És hát az édesanyám remekül főz. És neki pedig öröm az, hogy nekünk ízlik az ő főztje, és ott összegyűlünk.